Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Talán a legjobb, hogyha egyből közepébe vágunk, ez 451, Kalkedon. Ez a zsinat a Krisztus emberi és isteni természetének viszonya körül kialakult vitát volt hivatott tisztázni. Már nyilván emlékezik mindenki, hogy az előző is arról szólt, meg az azelőtt is. Még azt tartsa mindenki észben, hogy ezek csak egyetemes zsinatok. Közben volt végtelen zsinat, ami csak egyszerűen nincs annyi idő. Több száz az évszázadok során. Csak ezek a legfontosabbak. De majd minden évben van valamikor több is volt. Ez nem úgy van, hogy csak 50 évente találkoztak ezek az emberek. Ez folyamatos, ez az egész, csak ezek a jelentősebb állásfoglalások a, úgymond az egyház részéről. A katolikus és az ortodox egyház negyedik egyetemes zsinatként tartja ezt számon. Most mára talán világos mindenkinek, hogy a római katolikus, amit itt katolikusnak hívunk, az ortodox pedig, amit mi úgy ismerünk, hogy görög katolikus, egy görög keleti egyház, ami Magyarországon nem olyan népszerű, de azért jelen van. Ezek számára ez egyetemes zsinat, egyetemes érvényű, de létezik egy keleti ortodox, ez kopt, etióp, szír, örmény, ezek az egyházak nem ismerik el ezt egyetemesként. 451 így az első nagyobb egyház szakadásnak a dátuma is. Tulajdonképpen a nézetkülönbség vezet ahhoz, hogy kiváljanak. Ez a nézetkülönbség ebben a témában. Az akkor még egységes katolikus, illetve ortodox egyházból. Jó lehet a teológiai nézeteltéréseket a keleti ortodoxok a közelmúltban mind a katolikus, mind az ortodox egyházzal tisztázták, szóval mára majd egy közeledés. Közös teológiai nyilatkozatok mind a mai napig nem vezettek az egyesüléshez. Ezt úgy mondják, hogy szentségi közösség. Ami egy kicsit vicces, de ők így gondolkoznak magukról. Chalcedon, hogyha valakit érdekel, ez a piros körök, illetve a sárga, ez ott van Nicea mellett, majdnem ugyanaz a terület egyébként földrajzilag, mint amiről az előbb szó volt. Lehet, hogy ezen a ponton megmutatom ezt a videót. Ez egy kicsit hosszabb lesz, de bízom abban, hogy ez segít majd mindenkinek egy kicsit közelebb kerülni ahhoz, hogy hogyan is működnek ezek az egyházak. Jó, térjünk vissza a valóságba. Én nekem nagyon bejön, én nagyon szeretem ezt nézni, olyan, mint egy mozifilm. Annyi mindenre kell figyelni egyszerre, annyi dolog történik, meg annyi minden műtyürke van ott, ilyen aranyszínű, meg fényes, hogy az ember végig nézi. Én nagyon sokszor láttam, azért nem szoktam nézni, de akármikor nézem, mindig valami újat lehet felfedezni. Úgyhogy én megértem, hogy az embereket ez elvarázsolja ott, még akkor is, hogyha esetleg ez nem úgy van egészen, ahogy gondol. De megyünk tovább. Timóteus. Az itt második levelében Saul azt írja a másik fejezetben, hogy ezekre emlékeztes kérvén őket, Jahua, gazda színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak romlására. Ez a kifejezés, amiket használ, ez logomacheo, ami azt jelenti, hogy vitázik a szavakon. Szócsatát vív. És ez katasztrófé, amit biztos mindenki hallott már, csak esetleg úgy ismeri, hogy katasztrófa. Ez a katasztrófé, ez romlás, pusztulás, feldúlás, felforgatás. Timóteushoz ír Saul ez esetben, és figyelmezteti őt, hogy ezeket a dolgokat kerüld el.
Majd tegyem csak az ez, amit ők csinálnak ezeken a zsinatokon. Ugye, hogy mi mit jelent, melyik szó mi. Ez ki fog derülni ma is azoknak, akik képesek lesznek ébren maradni, és felfogni azt a nagyjából 56 kifejezést, ami új lesz, meg el fog hangzani, és még eddig esetleg nem volt tisztázva. Még az segítség lehet, hogy majd megy ez a keresztény eretnekségek sorozat, abban igyekezni fogok definiálni a szavakat, amiket használnak. És akit érdekel, majd megnézi azt. Még egyelőre én se értem mindet, ezért nem készült el. De útban van. Igyekezzél! Szóval van ez a szócsata, hogy mi mit jelent, ezeket kerüld el, ezeket a dolgokat, mert ezek a hallgatók a romlására vannak. Igyekezzél, hogy Elohim előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, és aki helyesen hasogatja az igazságnak a beszédét. A közönséges, üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb Elohim vagy istentelenségre növekednek ezek. Ez kenofónia, ez az üres beszéd vagy lárma. A fóné az hangot jelent. Ez a kenosz, ez pedig üres. Csak egyszerűen. Azt mondja tehát, hogy vannak dolgok, amikről nem érdemes beszélni, meg vitatkozni, mert ezek nem vezetnek sehova, sőt ártanak. Ilyen mindenféle katasztrófákhoz vezetnek, meg még csak növelik a gonoszságot a hallgatóságnak a körében. És az ő beszédük, mint a rák fekély terjed. Ez, akik ezt végzik, ezek az emberek. Majd, ha esetleg eddig nem, majd most nyilvánvalóvá meg. Megismervén az eddigi zsinatoknak a hátterét, a lefolyását, valamint leginkább a következményeit, arra gyanakodhatunk, hogy Saul valami ilyesmiről beszélt, mikor ezt a figyelmeztetést írta a kezdő gyülekezeti vezető Timóteus számára. Nem, mintha nem lenne fontos egyébként ezen Jahusa jellemével, természetével kapcsolatos kérdéseknek a megvitatása, de inkább talán csak érdekes, mint nem tudom, hogy ez mennyire hasznos a közeledésben, az Elohimhez való közeledésben. Vagy akár a tisztázásuk. Ám az írások alapján ez meglepően egyszerűen menne, ha mindössze arra hagyatkoznánk csak, ami le van írva. És függetlenítvén gondolkodásunkat az emberi elképzelésektől, filozófiától, meg különösen a képzelettől. Mert nagyon sok képzelet is belecsúszik ebbe. Már a Máriával kapcsolatos dolgok. Rengeteg, ami pusztán embereknek a talán túl sok idejük volt, vagy valami ilyesmi. Még akkor is, hogyha nem tudom, hogy ki gondolkozott már otthon, mikor csinált valamit, hogy vajon mi az, hogy létező? Vagy mi az, hogy lét? Vagy valami? Mi az, hogy valami? Vagy mi a természete az embernek, és az miben különbözik a személyiségtől? Ezek nem mindenkit érdekelnek, ezek a dolgok. Szükséges ez ahhoz, hogy mi közeledjünk Jahuához? Valószínűleg nem, hisz itt vagyunk 8 éve, és még senkinek eszébe se jutott, hogy mi a természet, meg ezek közt a különbség. De szerintem érdekes, én nem azt mondom, hogy nem. És úgy gondolom, hogy valamilyen szinten fontos is, hogy mindenki számára, azt majd eldönti mindenki magának. Láthatjuk, hogy mennyire igaza lett egyébként Saulnak, ami a rákfekélyszerű terjedés illeti, hiszen már az egész világot megfertőzték a különböző, az írások által vázolt valósága a köszönő viszonyban sem lévő teológiai torszülöttek. Ez úgy értem, hogy teológiai torszülött, mint az, hogy két személy egyben, az egyik isteni személy, a másik ember és a többi. Ezek ilyen teológiai torszülöttek. Még zárójelben hozzáteszem azt, hogy ez hozzá fog járulni, legalábbis én úgy gondolom, a kereszténység végső összeomlásához, az, hogy logikailag és filozófiailag sem koherens az, amit ők állítanak. Most ezt csak így magunk közt teszem hozzá. Óriási támadás alatt van mindenki, aki keresztény. Azért, mert logikátlan az, amiről beszélnek. Egyrészt az egy lény, három személyiség, másrészt ez a krisztológia, vagy Jahusa, Jézus természetével kapcsolatos kijelentéseik is. És ez a végét, már így is vége van, De ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy mind több és több ember megértse azt, hogy amiről a kereszténység beszél, az nem csak az írásokhoz, nem az írásokkal nem összeegyeztethető, de logikátlan is. Minden szinten. Szóval a vita egyébként az üdvözítő vagy Jahusának a személye körül zajlott még mindig.
pontosan meg kellett fogalmazni szerintük legalábbis, hogy mit is jelent az, hogy Krisztus egyszerre Isten és egyszerre ember. Illetve az Isten és emberi természet hogyan viszonyul egymáshoz Krisztus személyében. Most volt egy karakter, nagy szent Atanáz, és volt egy másik banda, akit úgy hívnak, hogy kappadókiai, atyák, kappadócia, kappadókia. Ez előfordul az írásokban is, ez három karakter, majd ki fog ez derülni. És ők azok, akik megfogalmazták, hogy Krisztus nem üdvözítheti, mentheti meg az emberi nemet, ha nem tökéletes Isten, és egyszer s mind nem teljes ember. Az egyiket Atanáz, másikat Nisztai Gergely fogalmazta meg. Most ezt fölírhatná mindenki magának ezt a kérdést, és megbeszélhetnénk esetleg majd az asztalnál. Szóval azt állítják, hogy ha nem teljesen Isten, és nem teljesen ember, akkor ő nem lehet az a megváltó, akinek mondja magát. Én nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem, de erről nincs szó az írásokban, hogy ez egy feltétel. De lehet, csak ezen érdemes. Ez volt, ami foglalkoztatta őket. És ez az ő írásuk, ez egy idézet még mindig. Ez egyszer mind azt is jelenti, hogy az istenségnek és az emberségnek tökéletes egységet kell Krisztusban alkotnia. Az istenségnek és az emberségnek egy tökéletes egységet kell alkotnia ahhoz, hogy az üdvözítés végbe menjen, azaz róla, mint egy üdvözítőről beszélhessünk, ne pedig egy skizofrén lényről. Ez egy fair dilemma, ugyanis hogy lehet valaki teljesen Isten, meg teljesen ember, egy személyben, több természet egy személyben. Az skizofrén, akiben több természet lakik. Persze itt ez a skizofrén nem pontosan a pszichológiai kifejezés, de fogadjuk el, hogy ők ezt így gondolták. Szóval nem csak a Szent Háromság Isten lett már egy ilyen disszociatív személyiségzavarban szenvedő elmebeteg, és ezt nem bántásként mondom, hanem csak egyszerűen ez így van. De maga Jézus is már azzá vált, és nem tudom, hogy erről volt-e szó, vagy csak én már ezt annyiszor átnéztem, hogy úgy tűnik, hogy beszéltünk róla, de ez a két személyiség tökéletes egységében jelent meg. A mit sem sejtő emberiség előtt. Most ugye vannak más problémák ezzel kapcsolatban, hogy a természet és a személyiség az különböző gondolatok el, vagy egy és ugyanaz, de ezzel most itt nem terhelek senkit, ezt majd mindenki megnézi fakultatíve a keresztény eretnekségek sorozatban. Mi a személyiség, mi a természet, hogyha valaki akarja ezzel magát kínozni. Valami nem lehet egyszerre isteni és emberi. Biztos ezen se gondolkozott senki, de például ha arra gondolunk, hogy mi az isteni lényeg vagy természetnek csak elemei. Például az, hogy örökké való, nem? Vagy hogy halhatatlan, vagy hogy mindenhol jelen van. A kettő lényegének különbségei kölcsönösen kizárják egymást. Ha valaki isteni, hogy lehet valaki Isten és ember? Isten az teremtő, míg az ember az egy teremtmény. Ez a omniscient, ez azt jelenti, hogy minden tudó. Valaki ismerős az angolban, science, mint tudomány, az innen származik, a latin scientia. De erről is volt szó. Szóval minden tudó, a Isten, az ember meg nem. Mindenhol jelen van Isten, az ember meg nem. Minden ható, az ember meg nem. Öröktől létező, az ember meg nem. Halhatatlan, az ember meg nem. Míg az ember ennek az ellentéte. Így senki nem tudja egyszerre mindkét természetet magában hordozni, anélkül, hogy ne váljon egy két lábon járó önellentmondássá. Hogy ez egy elég súlyos probléma, filozófiailag különösen. Majd ezt is, erre is kitérek egy kicsit később, hogy miért. Ez a kettősség és egység, ez egy idézet egyébként, közti feszültséget a lényeg, erről volt szó az úszia, lényeg, hipostasis, létalap és természet fogalom hármas segítségével igyekeztek tisztázni. Én azt hiszem, hogy érdemes ezeken elgondolkodni mindenkinek. Még akkor is, ha elsőre fárasztónak tűnik, vagy fölöslegesnek. Van egy lényege minden dolognak, van egy természete, és van ez a lét alapja, amit mi úgy használunk most, vagy személyiség.
Szóval belebonyolódtak ők ebbe. A Szent Háromságtani vitákban kristályosodott ki ez a dolog, és végleges lezárását eredményezték. Szerintem nem itt, hanem majd később, de elsősorban latin hatásra ehhez a hármashoz később csatlakozott egy negyedik, ami a prosopon ismerős lehet ez onnan, hogy persona, vagy személy. Ez a... Inkább visszafogom magam, és nem megyek bele itt most ennél jobban, de a persona és a hypostasis két különböző személyt jelent. Az egyik a megjelenése a személynek, a másik pedig egy filozófiai elgondolás, amiben a természet megvalósul az egyénben. A természet, mint természet. De ez a dilemma nekik. Szóval a Szent Háromságtani viták során kiéleződő Krisztus személyét érintő kérdések az 5. században kerültek előtérbe. Miért kerülhetett előtérbe? Nem csak azért, mert nem úgy volt ez, hogy mit csináljunk. Találkozzunk, kezdjünk el kitalálni ilyen dolgokat, hogy mi a személy. Felmerültek kérdések akkor az emberekben, ugyanúgy, ahogy ma, ha valaki figyeli az internetet és ezeket a vitákat, amiből relatíve kevés van magyarul, de végtelen van angolul. Végtelen. Ez egy támadás, ami éri a keresztény teológiát. Mert vannak emberek, akik gondolkodnak. És azt mondják, hogy ilyen nincs. Nincs olyan, hogy egy Isten, három személy. Nincs olyan, hogy egy ember Isten és ember is egyszerre. És ezeket valahogy meg kell védenie a kereszténységnek. Ezért van ez. Nem azért van, mert hogy üljünk össze, azt találjunk ki egy témát. Hanem vannak súlyos támadások, amik érik filozófiai oldalról különösen. Magát a kereszténységet. Szóval egy jelentős állomás ebben a krisztológiában a Chalcedoni zsinat. És már a harmadik, ami volt ugye az efézusi, a harmadik egyetemes zsinat, szükségessé tették, hogy elinduljon ebbe az irányba. Két iskola alakult ki, ezt nem feltétlen érdemes megjegyezni, egyik az antiókiai, akik Nestorius felé hajlottak a későbbiekben is, a másik pedig a Alexandria Cyril felé. Szóval Krisztus egységének a hangsúlyozását tűzték ki célul ezek. És attól tartottak, hogy Krisztus valóságos embersége csorbát szenved, hogyha arra következtetése jutnak, hogy ez pusztán a logosz az, ami felvette ezt az emberi formát. A cirilli álláspontot egy ilyen eutikész karakter vitt el a szélsőségekig. Erre lehet, hogy érdemes emlékezni, aki arról beszélt, hogy nem csak egy hypostasisról, illetve természetről, de egy lényegről is szó van Krisztus esetén, tagadva azt a később egyetemesen vallott meggyőződés, hogy Krisztus egyaránt egy lényegű Istennel és velük. Ezt nyilván át kell mindenkinek hallgatnia még egyszer, nem is, de ez hozzátartozik a zsinat történetéhez. De most végre eljutottunk oda, hogy mi az, amiben megállapodott a Chalcedoni vagy Chalcedoni zsinat. Krisztust összekeveretlenül, elváltozás nélkül, szétválaszthatatlanul, elkülöníthetetlenül két természetben ismerjük, mely két természet egy személyben, egy hypostasisban egyesül. Probléma az volt, hogy Dioszkorosz és később a keleti ortodox egyházak nem csak hogy egy személyről és egy hypostasisról, de egy természetről is beszélnek, amely azonban két természetből lett. Ők ugyanis ezt a hypostasiszt, majd elmagyarázom később, és a természetet egy jelentésűnek veszik. Na most térjünk vissza, ha ezért mutattam meg ezt. Itt. Egy emlékeztes kérvén kérve Jahó szín előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak a romlására. Ne, ez a vitatkozik, ez azt jelenti, hogy szavakon vitatkozik, vagy szócsatát vív. Ezért írt a Saulnak, vagy bocsánat, Saul Timoteusnak, mert tudta, hogy ez lesz. Vagy ez elő fog fordulni ez a dolog. Vagy ezeken fölösleges vitatkozni. Olyannyira fölösleges, hogy ez elvezetett ugye az első egyház szabadásig, amikor kivált számos egyház, mert nem értette egyet a döntése. Ezt a részt lehet, hogy átugrom, és csak bemutatom azt a néhány
néhány teológiai irányzatot megpróbálom elmagyarázni röviden, ami ennek a szüleménye lett. Az egyik, amit úgy hívunk, hogy monofizitizmus. Erről már szó volt korábban is, monos, az azt jelenti, hogy egyetlen. Mint például, mikor beállítja valaki a hangszórót, vagy sztereó, vagy mono. Ez a mono, ez a monoszból származik, az azt jelenti, hogy egyetlen. Ez a fizitizmus, az pedig a physisből, ami természetet jelent. Mikor azt mondja Shaw, hogy nem a természet is mutatja, hogy az égtelen dolog, hogy a férfinak hosszú haja legyen, ez a physis, ez a természetet jelenti ez. Semmilyen, hogy nem mondom rosszul, de majd meg fogjuk nézni a végén talán, ha lesz idő. Ebből alakult tehát ki ez az egy természet monofizitizmus. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!